Sziasztok! Azt mondom, fejezzük be a Future trilógiát a Crack in Time alcímű Ratchet & Clank epizóddal, mely 2009-ben folytatta a Quest for Booty-val félbehagyott sztorit, fényderült Clank hollétére és arra is, hogy nem más tartja őt fogva, mint a harmadik rész ikonikus főgonosza Dr. Nefarious, aki a Zonival kötött szövetségét kihasználva igyekszik hozzáférni egy Great Clack nevű szerkezethez, mellyel elvileg irányítani lehet az időt, sőt, utazni is lehet benne. Ezúttal mindkét főhős erősen bevonódik a sztoriba, visszatér például a Ratchet fajának a Lombexek eltűnés történetszála. Ratchet találkozik egy másik Lombexel, az apja egykori barátjával, Azimuttal. Azimut szintén használni akarja a Great Cluckot, hogy visszacsinálja a Lombexek eltűnését okozó évtizedekkel korábbi eseményt, azt azonban egyikük sem tudja, hogy a Great Cluck használata a teljes univerzum elpusztítását is okozhatja. Na ezek ám a tétek. Szerintem a Crack in Time büszkélkedhet a legjobb történettel a sorozatban, legalábbis eddig mindenképpen. Tetszett, hogy több minden forog kockán. Clank megtalálása, a Lombexek múltja, a Zonik, Clank szökése a Great Clankból és találkozása egykori tervezőjével, illetve elég komoly időt szánt a Clank múltjára és a világban eltöltött feladatára is, ami szintén egy jó gondolat volt, ráadásul vizuálisan nagyon impozáns pályákat tudtak ehhez összehozni. A végére egyfajta morális dilemma is előkerül, a karaktereknek döntéseket kell meghozniuk, és az is be lesz lengetve, hogy az ikonikus páros útjai talán örökre el kell, hogy váljanak. Nem kell semmi mélyértelmű moralizálásra számítani, ez még mindig abszolút PG kompatibilis, de a sorozathoz képest meglepően sok megható és többdimenziós gondolatot tartalmaz a Crack in Time. Olyanokat, amik akár még el is gondolkodhatnak például egy fiatalabb játékost. Dr. Nefarious visszahozása magával hozta a humor növelését, mert ez a karakter még mindig zseniálisan idióta, bár talán itt már nem annyira, mint az Up Your Arsenalban. A szinkron hangja viszont még mindig elképesztően jó. Knights of the Living Squishies, Act 3, Scene 4. Ready on set? I should never have quit dental school. And action! You'll never take me alive, Quack! Time is under my control! Oh, am I interrupting? Lawrence! I'm rehearsing my epic romantic action comedy space opera! Silly me, sir. I just thought it prudent to tell you Clank is en route to the Orvis Chamber, sir. Splendid! The moment we've been waiting for is now. Now, if there's nothing else to discuss. Ahogy a lakája, Lawrence is egy vicces karakter, és ezúttal szinte hihetetlen, hogy ilyet mondok, de Captain Quark is egészen elviselhető. Végre már! Azért még mindig nem kedveltem meg, de voltak olyan epizódok, ahol hasznos volt, mind a játékban, mind a történeten belül. Úgyhogy ez jó. Az előző igazán nagyszabású Ratchet & Clank rész a Tools of Destruction volt, és én itt rögtön le is szögezem, hogy ez a játék jobb, mint a Tools of Destruction, de közel se néz ki annyira jól. Nem is csúnya, de valahogy az egész látványvilága kicsit sterilebb, kevésbé monumentális, mint a 2007-es epizódnak, ami teljesen levitte a fejemet a settingjeivel. Itt is vannak gyönyörű helyszínek, például a játék első felében többször is visszatérő Great Clack fantasztikusan néz ki, de a Crack in Time nem volt az az állejtős élmény. Viszont a játékmenet, na az már egészen más tészta. Alapjaiban nem változott, a lényeg ezúttal a körítésen van. A világ nagyságrendekkel nagyobb lett, mint korábban bármikor. Míg a régi részekben az utazás úgy működött, hogy bepattantunk az űrhajónkba, kiválasztottunk egy bolygót és egy rövid töltőképernyő után landoltunk is rajta, addig a Crack in Time-ban konkrétan közlekedhetünk a hajónkkal az űrben. Itt belefuthatunk más utazókba, ellenségekbe, mellékküldetéseket végezhetünk plusz tőkéért, challenge-eket tartalmazó miniholdakra szállhatunk le. Tulajdonképpen ezek kis hubok, van belőlük négy, ha jól emlékszem, amik között szabadon közlekedhetünk, mármint azután, hogy a sztori megnyitja őket, de hogy ez mekkora ötlet volt, gyerekek, sokkal nagyszabásúbb, összetettebb játék érzetét nyújtja a Crack in Time. Azt az érzést, hogy na itt aztán van mit csinálni, pedig nem nagyobb, mint a korábbi részek, csak sokkal látványosabban vannak szétdobálva azok az aktivitások, amiket eddig is csinálhattunk. Ráadásul a közlekedés is meglepően egyszerű, csak előre, hátra és oldalirányba tudunk mozogni, fel és le egyáltalán nem. Ez elsőre furcsa lehet, én is meglepődtem, őszintén erre már nem is emlékeztem, hogy ez így működik, de gyorsan meg lehet szokni. Egyáltalán nem mondanám lebutítottnak, inkább csak egy kényelmesebb módja a közlekedésnek. Egyedül a harcok szenvedték meg ezt egy kicsit, mert például a második részben látható űrcsatákat nem adja vissza a játék, de azért itt is be tudnak nehezedni rendesen, és maga a világ a kétdimenziós mozgástér ellenére is nagynak tűnik. A gyűjtögetni valók is kiegészültek, minden megvan, ami eddig volt, a fegyverfejlesztések, az aranycsavarok, az egyéb hasznos cuccok, például térkép, mágnes, ilyesmik, viszont itt már tudunk zonikat is gyűjteni. Ezeket általában
még jól meg is kell kergetni, mielőtt magunkévá tesszük őket. Na nem úgy. Vagy az előbb említett kis holdakon kell végigverekednünk magunkat egy-egy akadálypályán. Az Onikkal a hajón képességeit tudjuk javítani. Ez őszintén szólva nekem kicsit fura, tehát az, hogy most van nálam 10 Zoni, attól miért lesznek jobb rakétáim. Na mindegy, minden másra pedig ott vannak a jó öreg csavarok. A jó hír, hogy ezúttal elkerülték az előző, nem tudom már hány epizód baromságát, ezúttal nem fogsz 3-4 ütéstől elhullani, ha furra vagy tápolva, hanem a fejlődés során valóban erősebb leszel. Csak sikerült ezt a megugorhatatlannak tűnő dolgot javítani. Bravo! A rossz hír viszont, hogy a boltokat még soha nem volt ennyire könnyű kifosztani. Nem is oda, már megint a fűből nőnek a csavarok. Mezőgazdagság. Komolyan, ez már nevetséges. Folyamatosan azt láttam, hogy a játék oldja már ki az új fegyvereket és páncélokat, mert tele vagyok pénzzel. Hadd költsem már el valamire, több mint 200 000 csavarom van és üres a bolt. A páncél meg coming soon, ne szórakozzunk már, kapitalizmust akarok. A másik jó hír, hogy visszatér a sorozat legjobb fegyvere, Mr. Zircon. Ráadásul ezúttal már nem kezeli extraként a játék, mint ahogy a Tools of Destruction tette, hanem ő is egy a sok választható fegyver közül, és már rögtön az első pályán meg lehet kaparintani, aminek hála nálam tulajdonképpen folyamatosan ki volt választva az egész játék alatt, mert egyszerűen zseniális ez a kis robot. Mr. Zircon requires no nanotech to survive. Mr. Zircon lives on. És ezúttal agresszívabb is lett, simán kilövi a bombákat és aknákat, akkor is, ha én is ott vagyok, nagy ívben szarik rám. Nem baj, belefér. Ezen kívül visszatér egy csomó minden a Tools of Distractionből és a Questor Bootyból. Utóbbiból például a csavarkulcsunkra akasztott kampó, amivel platformokat tudunk mozgatni, illetve fel tudunk kapni és el tudunk dobni mindenfélét, például a bombákat, vagy ezeket a kis flátszerű, röhögő lényeket elcsalogató smögyit az egyik pályán. Nem, nem igaz, ezeket a kis izéket egy másik fajta kütyüvel lehet irányítani, nem a csavarkulccsal, de ezt csak vágás közben vettem észre, úgyhogy most már így marad. Tessék, kárpotlásról mutatok egy jó kis bugot. Szívesen. Új fegyver nem nagyon volt, legalábbis olyan, amit kioldottam, talán csak ez a böfögő hal. Meg a Six-Axis-szal most már nem egy tornádót, hanem egy elektromos gömböt tudnék irányítani, ha működne. De a vicc az, hogy ez a gömb ez a Six-Axis nélkül is egészen használható. A valkűrök ellen pedig a hálóvetőt ajánlom. Ja, és rájöttem, hogy az eddig mindig hanyagolt diszkógömb valójában egy rohadt jó cucc. Megújult a hoverboot is, most már nem elrugaszkodunk vele egy rövid távra, hanem folyamatosan tudunk száguldozni, ami baromi kényelmes, és tele van a játék ehhez köthető akadálypályákkal. Hát de bazd meg! A legjobb újítás azonban az időkavarás. Ezzel kapcsolatban egy csomó tök jó ötletet vittek a kampányba. Például lesznek pályák, ahol az időben visszautazva kell megváltoztatnunk dolgokat, hogy a jelenbe visszatérve élvezhessük az így kapott előnyöket. Nem, lottoszervényt nem tudunk feladni. Értelmese lenne, nem lehet venni semmit. Lawrence! 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 Where are you, Lawrence? Lawrence! Clank kapott egy időlassító bombát, amit annyira nagyon egyébként nem használtam, valamint egy jogart, amivel a szétvert dolgokat tudjuk visszaállítani. Sajnos csak egy irányba működik a dolog, nem tudjuk újra szétverni, hogy aztán újra összerakjuk, ezzel végtelen pénzforráshoz jutva, amit aztán nem tudnánk elkölteni semmire. Ellenben ezzel a jogarral komplett bolygókat tudunk megvédeni időtörésektől, ami sokkal durvábban hangzik, mint amilyen valójában, mert a sejtelmes elnevezés csak egy kis mini játékot akar. De hogy ez mennyire szórakoztató, tudom, hogy állandóan a Tempest-tel jövök a harmadik részből, de ez már tényleg majdnem olyan jó, mint az. A jobbak azonban az idővisszajátszásos feladványok. Itt ajtókon kell átjutni, amikhez egyszerre kéne 2-3 kapcsolóra ráállni, amit mozdulatsorok felvételével és visszajátszásával tudunk kivitelezni. Fontos az időzítés, a sorrend, és hogy a korábbi mozdulatsorokat később újra tudjuk venni. Egyszerűen imádtam ezeket a pályákat. Könnyűnek indul, aztán elég hamar benehezedik, de soha nem lesz annyira nehéz, hogy túl hosszú időre elakadj, viszont az agyadat rendesen megdolgoztatják. Zseniális. Nagyjából ezt tudnám elmondani magára a Crack.
in Time-ra is. Ez egy zseniális játék. Úgy tűnik az Insomniac nagyon ért a harmadik részekhez, mert az Up Your Arsenal mellett ez a másik csúcspontja az egész sorozatnak. Az eddigi legjobb történettel és legtöbb jó ötlettel bíró rész a Crack in Time, rengeteg tartalommal, kiváló játékmenettel. Ez egy olyan játék, amin érződik, hogy az alkotók minden kis pixeljébe belerakták a szívüket és lelküket, és a sorozatot másodszorra is eljuttatták a csúcsra. Na nem úgy. A csúcsról viszont sajnos csak egy irányba vezet az út. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!